Sziasztok, akkor üdvözlök innen mindenkit. Visszaértünk az auschwitzi túra után, ugye a szállásra, de most itt van egyébként a kezemben a kamera is, a másik, tehát most csinálom a vlogot is egyszerre, meg nektek a bejelentkezést is, hogy neki ilyen kétszer ugyanazt elmondani, mondhatni, így akkor mind a kettőt megoldjuk egyszerre, hát most helyzet az egyébként adja, hogy kurva szar idő van, most éppen szakad az eső, ez volt Auschwitzban is, amikor voltunk ott, akkor végig szakadt az eső, és jól elkapott minket. Úgyhogy gyakorlatilag sikerült szaladázni. Úgyhogy még a tervezetnél talán hamarabb is visszaértünk. Mert ráadásul a Birkenaui részt azt nem is nagyon tudtuk mennézni, mert aztán már sietni kell meg, mert mindenki már menni akart vissza, és akkor gyerünk a buszhoz, sietés van. Úgyhogy pedig még ott megnéztem volna ott hátul, mert ott még volt egy tehervagon is kirakva, meg hát így ez jó lett volna megnézni. Meg ott egy kicsit jobban körbejárni a tábort, ha már itt vagyunk, hát nem lehet. Tehát egyébként meg sima Auschwitzén meg ráadásul hogy állandóan menni kellett, mert sok csapat volt mögöttünk és előttünk is volt egy, aztán így folyamatosan így ezért toltak előre, meg ezért menjünk, meg haladjunk. Úgyhogy nagyon fotózni nem volt idő. Azért csináltam jó sok képet, meg próbáltam videózni is, amennyire lehetett, de túl sok idő nem volt rá, meg nem lehetett azért hogy alaposabban mindent felvenni, meg videózni. De hát láttam, amíg azért sikerült, és másfél óra volt olyan oda, másfél óra legalább vissza a busz. Hát most még délután van, tehát még akkor még biztos, hogy kimegyek majd szerintem a városba is. Még mindig esik az eső, de hát itt a környéken azért csak szétnézek még így is. Most megázás már úgy is meg volt, maximum megázok még egyszer, hát most belefér az időbe. Hát mindegy, és holnap meg akkor terv szerint, akkor átvonatozok Varsóba, és ott is szétnézek, arra rászállok egy egész napot. A holnapi nap az erre teljesen jó lesz. És ráadásul ez az egyik pályaudban, valahonnan indulnak a varsóvi vonatok, az itt is van ráadásul közel, tehát két utcányira, hogyha, vagy még annyi sem, 5 perc gyalog, körülbelül nem kell kimenni a főpályaudvarra. Az a lényeg, hanem ott is fel lehet szállni. Visszafele is jó lesz a villamosozás nélkül is meg lehet ezt oldani, akkor még megsporolok egy napi jegyet is. Akkor egy olyan ennyi majd. Fogok még jelentkezni szerintem, még lehet, hogy este is mikor visszaértem, vagy hát ki tudja, most még itt elcsászkálok a környéken ebben a szakadó esőben, de mondjuk azt a régi ilyen óvárosi részt ott a szűk utcákkal, meg hasonlókkal, ott az abszolút sétáló szakaszt, azt mindenképpen megnézem még ma. Mert az nagyon tetszett, csak hát első nap, mikor megérkeztünk, akkor már sötét volt, mikor odáig eljutottam, de meg fogom nézni. Úgyhogy, hát akkor egy olyan ennyi. Akkor majd még jelentkezem, akkor ezt a... Volt, akkor így. We'll be right back.
Üdvözletem, akkor innen visszajöttem az esős város nézésből, hát igen, megázás újra, viszont legalább sikerült a belváros meg a sétáló utcákat megnézni, úgyhogy végül is érdemes volt szétnézni. A Krakkónak azt a részét is láttam legalább, úgyhogy majd meglátják, majd látjátok, csináltam sok képet meg videót is, amennyire engedte, majdnem végig szakadt az eső azért, és is sikerült néhány értékelhető képet csinálni, remélem. Hát közben itt a kamerának a lencséjén is ott van valami folt, hát kapott az esőből az is. Úgyhogy majd le kéne azt is takarítani, nem, hogy mindegy, ez most már így van, nem fogom újra venni. Jó, ez így. Erre a bejelentkezős vlog, de tökéletes, úgyhogy most már visszaértem, itt vagyok, és te is szerintem reggel majd megyek Varsóba. 7 órakor már lehet reggelizni, mert szintén fakultatív programok vannak, aztán miattok előrébb van hozva. Úgyhogy nem, majd lemegyek 7-kor reggelizni, és akkor
Szerintem olyan fél kilenc fele fog indulni egy vonat alsóba, azzal kimegyek, olyan kb. 2,5 óra az út, és valamelyik estivel meg visszajövök. Addig meg szétnézek alsóba, villamos, metró, belváros. Belefér abba a szűk 6-7 órába, azt igyekszem kimaxolni, de főleg a metrók miatt megyek. Annélkül esik az eső, az se baj, mert metrót videózni, megfotózni azt is lehet, viszont érdekel. A metró az nagyon érdekel, mert úgy tudom, hogy ott még járnak ezek a régi 81-es orosz metrók, hát majd kiderül. Hát ha járnak, akkor ott fogok velük találkozni. Tehát akkor ennyi, és akkor majd találkozunk holnap. Tschüss!